országos témában is szólt Vona Gábor orosházán. Informatikai fejlesztések, pályázati forrásról tájékoztattak. Idén 4-kor kezdődik, első gyertyagyújtás vasárnap. November 25-én este köszöntöm a kedves nézőket, itt a Városi Televízió híradójában lássuk a részleteket. Nógrád után Békés a legelhagyatottabb térség, ez volt a fő megállapítása a Jobbik elnökének, miután egy napot eltöltött orosházán. Vona Gábor országos témában is megnyilvánult. Itt jelentette be, mi a következő lépése a Fidesszel folytatott üzengetésnek az alaptörvénymódosítás és a letelepedési kötvények ügyében. Gádoroson indult, majd az orosházi piacon folytatódott Vona Gábor napja november 23-án. A Jobbik Magyarországért mozgalom elnöke részt vett a párt helyi alapszervezetének ruhaosztásán, ahol sokan voltak, és neki szegezték kérdéseiket és panaszaikat, amikre Vona reagált. Én sem tudom azt ígérni, hogy a Jobbik kormányra kerül, akkor majd az ország minden pontján olyan figyelmet tudunk, hogy mindenki becsületessé válik abban a pillanatban. Biztos, hogy lesznek. De az egészen más, amikor ez egy rendszerhiba, attól, amikor maga a rendszer egésze a korrupció. Igen. És most ez a probléma. Ezt követően országos sajtótájékoztatót is tartott, amin beszélt a kötelező betelepítési kvótáról szóló alaptörvénymódosításról és a letelepedési kötvényekről szóló vitáról is. Szerinte padhelyzet alakult ki a Fidesz és a Jobbik között, miután pártja nem szavazta meg a Fidesz alaptörvénymódosító javaslatát, fenntartva azt, hogy ők szeretnék ezt módosítani, ha a feltételük teljesül. És ennek a jeleként az alaptörvény módosító javaslatot beterjesztettük. Lényegében szóról szóra ugyanazt az alaptörvény módosító javaslatot, amelyet Orbán Viktor terjesztett be november 8-a előtt, egyetlen egy mondattal kiegészítve, amely mondat tartalmilag alaptörvényellenessé, alkotmányellenessé tenné a letelepedési kötvényeket. Bejelentette, Áder János köztársasági elnököt kérte meg, mozdítsa ki az ügyet a Holdpontról, amihez megoldási javaslata is van, de azt először vele szeretné közölni, amennyiben fogadja. Végül sajtótájékoztatón értékelte a nap eseményeit. Úgy fogalmazott, a Jobbiknak nem csak a választások előtt, hanem azok között is fontos Magyarország, ezért járja az országot. Kiemelte, a Jobbik programja jó, de folyamatosan csiszolni kell, a valósághoz kell igazítani, amit az emberek mutatnak meg a politikusoknak. Orosházán azt tapasztaltam, hogy azok a problémák, amik országosan jelen vannak, azok itt talán még hatványozottabban megjelennek. Tehát, mintha egy picit az országnak még sanyarúbb sorsú része lenne ez a megye. Amit nyilván nem jó tapasztalni, nem jó látni, de hát mi jobbikosok úgy állunk a világhoz, hogyha problémát látunk, akkor nem nyafogni szoktunk, hanem akkor keressük a megoldásnak a lehetőségét. A Jobbik helyi elnöke arról beszélt, most olyan emberek véleményét is megismerték, akik eddig nem nyilvánultak meg előttük. Egyrészt én azt gondolom, hogy az elnök úr személye, aki rendkívül közismert és hiteles személye, azért önmagában is hívó szó, és minél több emberhez eljut, és ez bátorítást ad az emberekhez, valóban felmerik vállalni a szimpátiájukat, és valóban elmerik mondani azokat az egyébként őket foglalkoztató és őket érő problémákat, amiket azt gondolom máshol és másnak egyébként nem. Elhangzott, az embereknek elsősorban saját megélhetésük, nyugdíjuk, fizetésük, családjuk, egészségük volt a fontos. Vona Gábor szerint ez így természetes, a politikának az a dolga, hogy olyan viszonyokat teremtsen, amiben az ember megélhetése, jövője biztosabb. Mintegy 6,7 millió forint önkormányzati ráfordítással bővíteni a kórház udvarában lévő belső parkolók számát az intézmény vezetése. Ezáltal megoldódhatnak azok a parkolási problémák, amelyek nap mint nap jellemzik a környéket. Az udvaron jelenleg 170 parkoló található, amiből 100 fenntartott, a dolgozók havidíj ellenében bérelhetik. A fennmaradót elsősorban a többi munkatárs használja, akik azonban a helyhiány miatt sokszor kiszorulnak az utcára, akaratlanul is elfoglalva az ott lévő megállókat. Bojtor István alpolgármester azt mondja, két dolog miatt támogatja a kórház elképzelését. Az egyik az az, hogy a betegek, a hozzájuk érkezők, illetve hát elsősorban az itt dolgozók számára jelentősen növeli a lehetőségeket a parkolásra, a komfortérzetüket is ezáltal, másrészt pedig reményeink szerint tehermentesíti a kórház környékének parkolási gondjait, amelyek nem kicsik.
Az alpolgármester szerint az ott lévő óvoda a kiszolgáló és gazdasági egységek érdekében örvendetes volna, ha több tucattal csökkenne a kint elfoglalt parkolók száma. Mindezek mellett a bővítés azért is fontos, mert rövidesen a házi gyermekorvosok is beköltöznek a szakrendelőbe, és nekik, az asszisztenciának, valamint a hozzájuk érkezőknek is kell valahol parkolniuk. Ez az a terület, ami aszfaltburkolatot kap. Előzetes kalkulációk szerint megnyitnánk a hátsó portát, és ott egy mintegy 600 négyzetméteres területet 5 millió forint, bruttó 5 millió forint értékben kiaszfaltoznánk, illetve egy hátsó sorompó is meg lenne nyitva, egy ilyen rendszám felismerő sorompó, amivel a dolgozók be tudnának jönni, előről pedig a vendégek, illetve a betegek. Az aszfaltozott terület környékére és a régi teniszpálya helyére további 15-20 parkolót terveznek. A képviselőtestület a pénteki ülésen megszavazta a csaknem 7 millió forint támogatást. Rövidesen elkezdődhetnek a munkálatok, és várhatóan januárra be is fejeződnek. Várhatóan decemberben megjelenik az a pályázati lehetőség, amely segítheti a vállalkozásokat abban, hogy informatikai rendszereiket fejlesszék. A november 22-én tartott információs napon ezzel kapcsolatban kaptak adatokat az érdeklődők. A Művelődési Központban november 22-én a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara díjmentes kiállítással egybekötött rendezvényt tartott. Viszonylag gyér volt az érdeklődés, pedig igen fontos témában tájékozódhattak a jelenlévők. Az előadásokban elhangzott, rövid időn belül ez lesz az utolsó lehetőség a mikro, kis és középvállalkozásoknak arra, hogy informatikai rendszereiket fejlesszék, és erre uniós és állami forrásokat lehívhassanak. Olyan helyzetben vagyunk, hogy benne vagyunk egy fejlesztési szakaszban, amit a negyedik ipari forradalomnak nevezünk a digitalizáció kapcsán. Észre se vettük, és egy forradalom részesei vagyunk. Ezt szeretnénk erősíteni, támogatni, hogy minél többen, minél gyorsabban bekapcsolódjanak a gyártás, a termelés, az adminisztráció, a személyes szükségletek szintjén is a digitalizált világba. A fejlesztések szükségességét nem kell magyarázni, a digitális kompetenciák megléte napjainkban már elengedhetetlen az élet minden területén, így a vállalkozások életében is. Ugyanakkor felmérések azt mutatják, ezen a téren nagy elmaradásban vannak a KKV-k Magyarországon. Ugyanezt tapasztalom én is. Én alapvetően itt az előadáson a weblapokról és a weblap használatról beszélek. Én azt látom, hogy az itt jelenlévőknek, vagy általában az előadáson megjelenő embereknek a 30-40%-ának nincs is honlapja, nincs is tisztában, hogy ez egy mennyire fontos dolog, és manapság enélkül már élni sem lehet. Az elhangzó előadások tájékoztattak a korszerű informatikai eszközökben és technológiákban rejlő lehetőségekről, valamint a pályázati lehetőség részleteiről. Az országban összesen 29 fős tanácsadói hálózat díjmentesen segíti a folyamatot, amelynek célja a vállalkozások hatékonyságának növelése. A vállalkozdigitalisan.hu oldalon részletes információkat találnak. Vasárnap elkezdődik az adventi időszak. Az eddigieknél korábban vasárnaponként délután 4 órakor kezdődnek a gyertyagyújtás ünnepségek a főtéren. Már áll a karácsonyfa, építik a színpadot a főtér rendezvénytéren, és a többi elemet is, ami a közösségi ünnepvárás hangulatát szolgálja. A hét folyamán a főtér rendezvénytéren szinte folyamatosan dolgoztak a városüzemeltetés munkatársai. A téren a különböző elemek a korábbi helyükön lesznek idén is. Az ingyenes korcsolyapálya várja a gyerekeket, és ahogy eddig a délelőtti órákban rendhagyó testnevelés óráknak adhat helyet, délután pedig a szabad tevékenységnek. Elkészült a karácsonyfa is, a hét elején felállították, péntekre már fel is díszítették. A fa idei színei harmonizálnak az óriás adventi koszorú színével. Barna-arany színpárosításra szavaztak a legtöbben, miután az Oroshaza baráti kör megkérdezte a város lakóinak véleményét. Az adventi koszorú alapja már a Városháza lépcsője előtt van, csütörtökön pedig a koszorú elemei is elkészültek. Szalmával bélelt alapra kötözték az előzetesen csomókba rendezett fenyőt, így több darabban válik majd szállíthatóvá, szombaton pedig a végleges helyén díszítik. Az előrejelzések szerint hétvégére már az időjárás is zordabbra fordul, így jól esik majd a forró tea, a forralt bor, amit a rotarisok készítenek. A legnagyobb változás az eddigiekhez képest, hogy a programok délután 4 órakor kezdődnek. Az első gyertyát tehát november 27-én 16 órakor gyújtják meg, a műsort a Székács Evangélikus Iskola adja.
Maradjunk még mindig egy kicsit a témánál. Orosházán az adventi ráhangolódásban már évek óta segít Rákász Gergely koncertorgonista. Idei hangversenye kapcsán Mozart és a Facebook képzeletbeli kapcsolatára is kitért, amikor kollégánkkal beszélgetett. Ha december 2-a, akkor Rákász Gergely koncert Orosházán. A művész ebben az évben Wolfgang Amadeus Mozart zseniális zenéjét állította a középpontba, de vendégek lesznek még a műsorban a nagykortárs Beethoven, a szintén évfordulós Liszt Ferenc és Bach is. Rákász Gergely hosszabb interjút adott a Városi Televíziónak, amiben többek között beszélt Mozarthoz és Bachhoz való viszonyáról is. Bachhal nagyon hasonló a gondolkozásunk. Ő is egy ilyen matematikus, precíz, pontos, egy könyvelő típus, aki azt gondolom, hogy nagyon jól érezte volna magát egy Excel tábla társaságában, hogy estére beírt volna mindent, hogy ez történt, függőleges, visszintes, hátradől, minden rendben van. Mozart ehhez képest állandóan fölrobban, hol fönt, hol lent. Az élet gyönyörű, és nevetünk, aztán sírunk egy kicsit, aztán nevetünk és sírunk, és ez az ő életébe teljesen belefér. Egy olyan figura, hogyha ide ülne közénk, olyan sárga gatyába jönne valószínűleg, hogy senki másnak nem állna jól, csak neki. Felemás zokniba, mert hogy hát épp ami a keze ügyébe akadt, azt vette föl. De mindenkinek fizetne egy kört, megbeszélni, hogy akkor kártyázunk egyet, valószínűleg kikapna, mert hogy elkártyázta általában az összes pénzét, de közben posztolna a Facebookjára, azt mondaná, hogy jól érzi magát itt a társaságunkban Orosházán. Tehát egy nagyon felületesnek látszó figura, mert az életében az is volt egy ilyen típusú, de közben ott van benne a Jóisten mosolya. És ezen a mosolyon keresztül nekem könnyebb volt. A Rákász Gergellyel készített hosszabb interjút megnézhetik a Híradó után kommentár nélkül című műsorunkban. Az orosházi román önkormányzat kulturális napot tartott november 24-én a művelődési házban. Elsősorban gyermekek voltak az érintettek, mert ahogy a szervező fogalmazott, ők a jövő, amely tovább viheti a hagyományokat. A legkisebbek a színpadon, a művelődési házban, a román népviselet mutatja nemzetiségi hovatartozásukat. A nagyobbak, az iskolások szintén népviseletben várakoztak arra, hogy ők is felléphessenek. A Battonyai Lucián Magdó román általános iskola és óvoda növendékei mutatkoztak be Orosházán, vendégként érkeztek városunkba a román nemzetiségi önkormányzat meghívására. Első alkalommal tartottak kulturális napot, amelyet a hagyományápolás jegyében szerveztek. A célunk a román kultúra, román nyelv, valamint a táncnak a bemutatása nem csak az itt élő román lakosoknak, hanem az Orosházán élő többi nemzetiségnek, valamint az Orosházán élő magyaroknak is. Tehát, hogy megmutassuk ezt a kultúrát, valamint a nyelvnek az ápolása is, hiszen ugye ilyenkor összegyűlünk, románul beszélünk, tehát az elhangzott dalok is ad egy kicsi román tradíciót a műsornak. Orosháza mintegy 70 román nemzetiségű lakó regisztrált, de az elnök szerint ennél jóval többen élnek. Mint elmondta, az elmúlt időszakban pályázatok és támogatások segítségével többek között kirándulást szerveztek Romániába a gyerekeknek, hogy a személyes élmények révén is segítsék kötődésüket az anyaországhoz. A hosszú távú célunk az a hagyományápoláson kívül az anyaországnak, a természeti kincseinek a bemutatása is. Tehát ezzel szeretnénk bővíteni, hogy bemutassuk a gyerekeknek a kinti természeti kincseket, a kint élő gyermekek, valamint a kint élő román embereknek a kultúráját. Az elhangzottakon kívül az önkormányzat tagjai az adódó anyagi lehetőségeket arra igyekeznek fordítani, hogy a magyar gyerekek is megismerjék a szomszédos ország kultúráját. Ennyi fért a mai híradóba, lássuk a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Országos témában is szólt Vona Gábor Orosházán. Informatikai fejlesztések, pályázati forrásról tájékoztattak. Idén 4-kor kezdődik, első gyertyagyújtás vasárnap. Ezek voltak a Városi Televízió hírei, itt a pénteki híradóban. Kedden Zoli várja önöket a legfrissebbekkel. Ajánlom a vasárnapi gyertyagyújtást figyelmükbe. Viszontlátásra!